A polgármester úr nem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeinek több ízben. Nem hívta össze 15 napon belül a közgyűlést, miután összehívta a közgyűlést, nem vette napirendre a megtámadott ügyeket. Ezzel a felszólalással kezdődött a csütörtöki közgyűlés. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, Szekszárd polgármestere törvénytelen módon járt el a képviselők összehívásakor. Máté Péter ezért arra kérte a voksolásra jogosult megjelenteket, ne szavazzanak a városvezető napirendjeiről, pusztán azokról, amiket azért kellett újra tárgyalni március 30-át követően, mert Ács Rezső nem volt hajlandó aláírni az akkori döntéseket. Dönt a Gazdasági Városfejlesztési Bizottságból a mai nappal visszahívja a Posta Zoltán bizottsági tagot, Szegedi Attila bizottsági tagot. Ketten. Dönt a Pénzügyi Bizottságból a mai nappal visszahívja Kajos Endre Károly bizottsági tagot, Tóth Róbert bizottsági tagot. Máté Péter javaslatára a képviselők most ismét úgy döntöttek, jogköröket vonnak el a polgármestertől, amik a gazdasági, valamint a pénzügyi bizottságok hatáskörébe kerültek. Az SMS módosítása értelmében a már említett két bizottságból visszahívták a külsős tagokat, helyettük közgyűlési képviselőket delegálnak hamarosan. Szegyszemélyvásunk ez a polgármesteri hivatalának üres állásait zárolja, és a létszámstoppot rendel a polgármester jogszerűtlen intézkedése és a hivatal működésében bekövetkező önkötő érdeksérelmek okozó változások miatt. Vagyis döntés született arról is, hogy létszámstoppot rendelnek el a polgármesteri hivatalban. A városházát érintő személyi változásra is határoztak a közgyűlés tagjai. A polgármesteri titkár, valamint a városvezetői adminisztrátori munkaköröket megszüntették, Zaják Rita képviselő esetében pedig ugyanígy tettek a tanácsnoki státusszal. A testület legközelebb várhatóan május 4-én ülésezik majd.